Történelmi apróságok A tenger alatt járók története A víz alatti közlekedés már évezredek óta foglalkoztatja az embereket. Már az ókori hadvezér Nagy Sándor is lemerült a víz alá, de majdnem 2000 évnek kellett eltelnie, hogy valóban legyenek tenger alatt közlekedő járművek. Nagy Sándor búvárharangja nevelője, Arisztotelész, az egyik írásában arról számolt be, hogy Nagy Sándor Tűrosz városának ostromakor egy üvegből készült búvárharang segítségével eltávolítatta a kikötő víz alatti akadályait. Természetesen a nagy hódító személyesen is kipróbálta a búvárharangot. Ez ugyan még nem búvárhajó, de az első lépés a víz alatti közlekedés felé. Börn búvárhajó tervei bár elsősorban matematikus volt, bőr mutatta be az első hajózható tenger alatt járó tervét az egyik művében. Olyan zárt hajót tervezett, amely a térfogata csökkentésével képes alámerülni, és evezők segítségével képes a víz alatt közlekedni. Az ő egy vízálló bőrrel borított, favázas szerkezet volt. Az elképzelés ugyan sikeresnek tűnt, de csak terv maradt. Drebbel búvárhajója, Bőn terveit felhasználva építette meg tengeralattjáróját, amely sikeresen tudott közlekedni a víz alatt az evezők segítségével. Több, egyre fejlettebb eszközt is épített, amelyekkel 4-5 méteres mélységben, akár 3 órán keresztül is képes volt a víz alatt maradni. A hat evezős mellett 16 utast is tudott szállítani. A harmadik hajójának a bemutatóján a több ezer londoni néző mellett részt vett Első jakab, angol király is. Egyes leírások szerint azonban a király nem csak nézőként vett részt, hanem az egyik alkalommal részt vett az egyik merülésen is. Így ő lett az első uralkodó, aki a víz alatt utazott. A nagyon művelt és érdeklődő, ugyanakkor nagyon bolondos első jakabot ismerve, ez akár igaz is lehet. Nikonov tengralatjárója 1718-ban egy Jefim Nikonov nevű orosz asztalos írt Nagy Péter cárnak, és azt állította, hogy képes egy olyan hajót építeni, amelyel a víz alatt tud közlekedni, így megsemmisíteni a többi hajót. A cár Szentpétervára hívta, és kérte, hogy építse meg a hajóját. A hajó morelje 1721-ben készült el, és a cár jelenlétében tesztelték, aki elrendelte, hogy építsék meg, normál méretben is. A tenger fából készült és hordó alakú volt, valamint fegyverekkel is el volt látva. A legénység számára légzsilipet is terveztek, hogy ha szükséges, a víz alatt is el tudják hagyni a hajót. Az első teszt 1724-ben volt, de a tenger alatt járó elsüllyedt és megfeneklett. A legénység tagjai azonban, Nikonov és további négy fő, megmenekültek. A cár ugyan tovább bátorította, de hamarosan meghalt, így további két kudarc után befejezték a munkát. A törtő Az első hadászati felhasználású búvárhajó az amerikai függetlenségi háború idején született, és az amerikai kikötőket megszálló angol királyi haditengerészet hajói ellen használták. Egy személy kezelhette egyszerre, és az emberi erőt felhasználva haladhatott előre. A jó test készült, de már egy kis üveglencsét is tartalmazott, amely a természetes fény biztosította. Egy-egy merülés során körülbelül 30 percre elegendő levegő volt a kezelő számára a hajótestben. 1776-ban be is vetették az angol zászlós hajó ellen, de több ok miatt végül Sikertelen lett a küldetés. A sikertelenség ellenére azonban bebizonyosodott, hogy lehetséges a búvárhajók használata, így egyre többen kezdtek foglalkozni ezek fejlesztésével. A Nautilus A Nautilus egy amerikai mérnök, de Franciaországban tervezte. Ez volt az első olyan búvárhajó, amely megjelenésében hasonlított a modernebb eszközökre. A hajó vasbordázatát részlemezek borították és ballasztartályokat használt a merüléshez. Kézihajtású hajó és három fős rendelkezett. A hajó akár 7-8 méter mélységbe is le tudott sűlyedni, ahol akár egy órán keresztül is tudott maradni. A támogatói két hajót szerettek volna építetni 8 fős legénységgel, amelyek 8 órán keresztül tudtak volna víz alatt maradni, de ezek építésére már nem került sor. Bár az első bemutató sikeres volt, Napóleon nem támogatta a fejlesztését. Amikorra pedig meggyőzték volna, a feltaláló már Angliába költözött. Később pedig a trefálgári csata szükségtelenítette a további próbálkozásokat. Valószínűleg erről a búvárhajóról kapta a nevét Zsülven híres tengeralattjárója a Nautilus. Villeroy 1832-ben készítette el azt a kis tengralatjáróját, amelyet feltehetően szintén Nautilusnak nevezett el, utalva Fulton hajójára. Ez a kis tengralatjáró 10 láb 6 hüvelyk hosszú, 27 hüvelyk magas és 25 hüvelyk széles volt, körülbelül 6 tonnát nyomva. A belső világítás 8 lámpával biztosították és rendelkezett egy visszahúzható felső irányító toronnyal a navigációhoz. rendszerrel volt felszerelve, és evezőkkel hajtották. A nyílásokat börtönítésekkel látták el, és rendelkezett egy 50 font súlyú horgonnyal is. Összesen három fős legénysége volt. Az első bemutatóra nanba került sor 1832-ben, majd öt évvel később a hollandoknak is bemutatták. A tervező három alkalommal próbálta a terveit a haditengerészetnek eladni, de kevés sikerrel. 1842-ben viszont abban az iskolában dolgozott rajz- és matematika tanárként, ahol zsűven tanult, így lehetséges, hogy az akkor már 14 éves fiú megismerte a terveket, és a búvár A Schilder az első használható orosz tengeralattjárót Szentpétervárót építették, és 1834 őszén próbálták ki a néva folyón. A tojás alakú hajó két toronnyal rendelkezett, amelyek bejárati nyílásként is funkcionáltak. Az első olyan búvárhajó volt, amely periszkóppal rendelkezett, és kifejezetten hadászati célból épült. A legénysége 8 fős volt, és akár 40 láb mélységbe is le tudott tereszkedni, és képes volt aknákat is elhelyezni. Több órán keresztül tudtak a víz alatt maradni, de csak nagyon lassan tudtak mozogni a kézzel mozgatható evezők segítségével. A hipopotámó Latin Amerika első tengeralattjárója, de ruban készült, hadászati céllal. A fából készült hajótestet bitumennel szigetelték az illesztések pedig bőrből készültek. A propellerét emberi erő hajtotta, és a hajó rendelkezett szellőzőnyílással is. A nagy tömeg előtt tartott első bemutatóján két személy volt a fedélzetén, de a kormánymű meghibásodása miatt végül pontatni kellett. Ezután még két próbálkozása volt, de végül zátonyra futott, és ezzel befejeződött a karrierje. A, a legrégebbi német tenger alatt járó, kielben került bemutatásra a haritengerészet vezetősége előtt. A terveket azonban módosítani kellett, mert az anyagi források korlátozottak voltak, ez viszont a hajó stabilitásának csökkenésével járt. A 8 méter hosszú búvárhajó három fős legénységgel rendelkezett, és az emberi erő, három csomó sebességgel tudta előrehajtani. A bemutatón azonban a Brantóher elsüllyedt a kíli kikötőben, és hatvan lábmérségben várakozott, majdnem négy évtizedig. 1887-ben a roncsot felfedezték és kiemelték, majd kiállításra került. Az Iktineó A hajó egy katalán mérnök alkotása volt, amelyet filmből szeretett volna elkészíteni, de végül pénzügyi okok miatt olivafából és tölgyfából készített el. A pénzügyi problémák miatt a hajó méretei is változtak, de továbbra is kettős hajótestel rendelkezett. Az első útjára Barcelona kikötőjében került sor, ahol négy fős legénységgel merült. Több mint húsz sikeres merülés után a végső teszten húsz méter mélységbe süllyedt le, ahol két óra 20 percet töltött el. A spanyol kormány végül pénzügyi nehézségek miatt nem támogatta tovább, azonban a lakosság 300 ezer pezet gyűjtött össze a fejlesztő számára. 1862-ben azonban az egyik merülés alkalmával neki ment egy hajónak, és megsemmisült. Közel 50 sikeres merülés után. Ha újabb videókat szeretnél, kérem iratkozz föl,